Szeretettel köszöntöm Önöket, Honnan tudjam című jogi műsorunkat látják, dr. Bajkai Istvánnal ülünk itt a stúdióban. A mai témánk a házastársi vagyonközösség, tulajdonképpen itt a házastársi kapcsolat vagyonjogi aspektusait nézegetjük meg, hát amennyire az időnkből telik, mert azért ez egy nagyon komplex téma. Úgyhogy közelítsünk kronológiában, és amikor a két szerelmes eldönti, hogy házasságot köt, és általában azokban a helyzetekben szokott ez élesebben felmerülni, ahol az anyagi helyzet az hát lényegesen nagy eltérést mutat, akkor felmerül a kérdés, hogy kössünk-e házastársi szerződést, és lehet, hogy azért akadt meg a nyelvem, mert egyrészt ez egy jó kérdés, másrészt erre most nem fogunk kitérni, de nyilván mindannyian tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos érzelmi kérdés is. Éppen ezért egyből prejudikálunk ezzel kapcsolatban, legalábbis mi nők. Tehát beindul egy ilyen gyomorgörcs, de nem azért, mert rosszat akarunk, hanem azért, mert más gondolunk mögé. Most ezzel a témával majd egy másik műsor foglalkozik. Ugyanakkor nyilván hát racionális szempontok alapján a házastársi szerződésnek hát vannak előnyei, ugye? Hát igen, valóban az egy önálló beszélgetésnek, és nem is biztos, hogy beszélgetésnek a tárgya lehetne, hogy amikor tényleg a szerelmesek az életüket egymásnak adók, és az egész életüket egymással letölteni szerető házasulandó felek elkezdenek gondolkozni vagyonról, azt tényleg sokan árnyéknak érzik, és akár bizalmatlansághoz is vezethet pont ebben a szent állapotban, ha szabad ezt a kifejezést használnom. Ugyanakkor nyilvánvalóan most erről beszélünk, hogy mi is házastársi vagyonközösség, de hozzáteszem, hogy, és tényleg majd egyszer egy beszélgetés lesz, akkor lehet hosszasabban is érinteni, azért ez azon szerződés típusok közé tartozik, vagy azon szerződések közé tartozik, ami tényleg nagyon átfűt a személyesség, nagyon áthatja az érzelmek, és őszintén szólva jogászként, ügyvédként az ember nagyon nehezen tudni elvonatkoztatni, amikor az emberek a szerződő felek elé jönnek, és azt mondják, hogy hát miért is kössünk, és viták is már volt erre például a praxisomban korábban, hogy vitákhoz vezetett, a bizalmatlanság csírája elült. Ugye, és miről van szó? Tehát persze, a leggyakoribb eset, amikor valamelyik úgymond házasulandó, szerződő fél, az jóval gazdagabb, mint a másik fél. Ez nem csak a férfiakra vonatkozik, a mai világban nagyon sokszor már a hölgyek keresnek többet, vagy rendelkeznek a családjuk révén, vagy akár saját erőfeszítésük révén nagyobb vagyontömeggel, és amikor ezt a szerződést megkötik, akkor mindig az a kérdés, még nem volt olyan esetem, hogy ne azt került volna valahogy lappangva, kimondva, kimondatlanul az asztalra, hogy hát na igen, akkor már arra az esetre készül, amikor várni fog. És akkor nem akarja nekem odaadni a háznak a felét, a gépkocsi felét, a cégnek a felét, stb. Úgyhogy nem is szeretnék ebbe hosszasabban belemenni, de tény az, hogy ezeket a szerződéseket, ezt hogy is mondjam, ügyvédként azért nehéz úgymond jól levezényelni, mert sokszor nem csak jogi kérdések merülnek föl az ügyvéd asztalánál. De visszatérve a kérdésre, és onnan kiindultunk, azért a mai világban, a 21. században, hogyha ez jó vagy rossz, az anyagiasult világban ez egy hasznos vagy szükséges jelenség, erről tényleg most nem tudunk hosszasabban beszélni, de tény az, hogy a házastársi vagyonközösséget szabályozó szerződések egyre gyakoribbak a mai világban, növekszik a vagyon, növekszik az igényre. Én nem mondom azt, hogy a bizalom foka csökken a férfiak és nők között, de van egy ilyen jelenség. Tehát ezt ügyei szemben statisztikailag meg lehet erősíteni. Igen, én mondjuk preferálnám azt, hogy semmilyen szerződés nem kellene, hanem csak kéznyújtás minden emberi kapcsolatban.
De lássuk be azt, hogy még egy ilyen közeli érzelmi kapcsolatban is, amikor higgadt állapotban döntenek, most akkor vegyük nem az emocionális, hanem a racionális részét, tehát amikor még a együttműködő, higgadt állapotban döntenek, esetleg felmerülő nehézségekről, ami esetleg válásba is torkollik, akkor talán józanabb döntéseket, vagy jobban lehet konszenzusra jutni már előre látóan is bizonyos kérdésekben, mint amikor már ugye a lilaköd leszáll, és ott mindenki már az ego szisztémái alapján mindenféle érzelmi motivációk által hát valószínűleg egy kicsit hát más módon közelít meg. Például olyan kérdéseket is, mert ugye ez a házassági szerződés úgy híresül el, hogy csak vagyontárgyakról dönt, miközben másról is dönthet, például a gyerek sorsáról, vagy gyerek elhelyezésről, láthatásról. Erről keveset beszélünk mi, hogy ugye nem csak a vagyon elosztására vonatkozhat egy ilyen korai megállapodás, hanem egyéb kérdésekre is. Hát alapvetően a házastársi vagyonközösségi szerződések azok vagyonjogra szoktak vonatkozni, amit most említett, az azért egy szintén érzékeny terület, mert hogyha Isten adja, válásra kerül a sor. Sajnos a házasságok egy jó része. Nagyon Magyarországon főleg nagyon komoly. De magas a százaléka sajnos a válásoknak. Akkor úgyis, amikor a gyermekről van szó, akkor kerül ez, akkor lesz ez döntő kérdés. Tehát akkor ez döntő kérdés a gyermek elhelyezésére. Erre előre tulajdonképpen szabályrendszert nem lehet fölállítani. Tehát azt nem lehet megállapítani, bármi van köztünk, te a gyereket akkor látod, amikor akarod. Igazából nem. Igazából nem. Részben azért, mert a bíróságnak, a válást kimondó bíróságnak a gyermekről kötelezően kell rendelkeznie, és a bíróság nem a szerződő felek érdekeit nézi, hanem csak a gyerekét. Tehát ő neki, bár főszabály szerint, nyilván a bíróság, bár most nem ez a témánk, de a bíróság nyilván megvizsgálja a feleknek a helyzetét, anyagi helyzetét, szociális körülményeit, lakhatási körülményeit, a gyermekhez fűződő viszonyát, ezek mind nagyon fontos, de valójában a bírónak azt kell megnézni, hogy a gyermek számára mi a jobb. Bármit is akarnak a szerződő felek megállapodni, bárhogy is gondolkoznak, a gyermek nem vagyontárgy. A gyermek az nem ügyletnek, vagy nem lehet ügyletnek a tárgya, azt bizony a bíróságnak, azt kell nézni, a gyermeknek az apánál jobb, vagy az anyánál, vagy nagyon ritka esetben már is volt példa, sajnos egyiknél sem. De ezek nem a vagyonjognak a kérdéskörei, ez tényleg személyes elemek. Amikor visszatérünk a házastársi vagyonközösséggel kapcsolatos szerződésekre, itt azt fontos tudni, hogy mi is tartozik a házastársi vagyonközösségbe, ha nincsen megállapodása. De a házasságoknak azért a döntő többsége úgy telik, úgy élnek együtt a házas felek, hogy nem kötnek egymásra a szerződést, és akkor azt jelenti, hogy az életközösségük alatt szerzett vagyontárgyak, azok a házastársi vagyonközösségbe tartoznak, és a feleknek, szerződő feleknek, házas feleknek egyenlő aránya van a szerződésben. Tehát vegyünk szélsőséges esetet, mondjuk az asszony nem dolgozik, a férj dolgozik, ettől függetlenül a férj által behozott vagyon, az asszonyt is megilleti. Ugye gyakorlatban azért ez érdekli az embereket, mert ugye nem ez van a fejekben mindig. Tehát ugye ez nem baj, hogyha leszögezzük. Nem baj, hogyha leszögezzük, hogy független attól, hogy ki milyen arányban vett részt annak a vagyontárgynak a megszerzésében, ettől függetlenül, hogyha az a házassági életközösség alatt történt, akkor bizony az közös vagyon lesz, és a közös tulajdon szabályai vonatkoznak rá. Független attól, hogy kinek a nevén van. Tehát, hogyha van néhány kivétel, majd nyilván arról is fogunk beszélni, de a házassági vagyonközösségnek épp az a lényege, hogy akkor is részese az a vagyontárgy, hogyha nem valakinek a nevén szerepel. Mondjuk egy életbeli példát. Gépjármű. A férj veszi meg, mondjuk,
lehet a nő is, de a férj veszi meg, az ő nevén szerepel az autó, ő kötötte meg az adásvételi szerződést, és a feleség pedig otthon, miközben az adásvételi szerződést megkötötte, otthon éppen a gyermekre vigyázott. És mondjuk nincs jogosítványa. És nincs is jogosítványa. Az sem szükséges feltétel. Ez a gépjárműnek a tulajdonjoga közös lesz, egyenlő arányban szerzi meg, ha másképpen mondom, vagyonközösséget szabályozó szerződésben nem szabályozzák ezt a kérdést, akkor ez bizony a feleségé is lesz. Vagy egy gazdagabb hölgy a házasságban, a feleség, ő vásárol egy ingatlant. Ő vásárol egy nyaralót. Az ő nevére. A saját nevére. És a férj munkanélküli, vagy nem járult hozzá, vagy nincsen olyan anyagi helyzetben. Akkor a férj is, hogyha még egyszer mondom, a házasság életközösség alatt történt, ő is tulajdonosa lesz ennek az ingatlannak, függetlenül attól, hogy szerepel a tulajdoni lapon a neve, vagy nem szerepel. Ettől ő még tulajdonos lesz. Hasonlóképpen egy cég, hogyha bármelyik fél alapít egy céget, férj-feleség, külön alapítanak egy céget, akkor is közös lesz a tulajdon, sőt, tovább megyek. Arra is volt példa a gyakorlatban, hogy mondjuk a férj a cégben 25%-a volt, a feleségnek 30%-a, és egy harmadik félnek meg a kettő különbözete, a 100%-ból kivont különbözete, mondjuk 45%-a. De azt jelenti, hogy a férjnek a házassági vagyonjog szabály szerint 30% van a feleségnek, 25%, hanem egyébként valójában egyenlő. A cég nyilvántartás szempontjából a cégjog szabályai szerint úgy alakulnak a szavazati jogok, osztalékjogok, de házassági vagyonjog szempontjából ez nem minősül házassági vagyonjogi szerződésnek. Ez nem az. Ez egy társasági szerződés aláírása, abban az adott társaságban így lesznek a tulajdoni viszonyok, vagy így fogunk szavazni. De egyébként fele-fele egyébként ott is fele-fele. Tehát azért mondom ezt, hogy ez a házassági vagyon, ez egy speciális élethelyzet, egy speciális közösség. De akkor mondjuk el, hogy mi van azért ezen, tehát amire ez nem vonatkozik. Tehát így ez elég világos. Igen, hogy, ugye a szerzésre utaltam. Nyilvánvalóan nem tartozik a házassági vagyonközösségbe az a vagyontárgy, ami már az életközösség keletkezése előtt valamelyik félnek a külön tulajdonában volt, még mielőtt életközösségbe, és hangsúlyozom, nem a házasságkötésnek a napjára vonatkozik ez, hanem az életközösségre. Igen, erről tehát, egy picit most igen, itt közbevetőleg igen, beszéljünk, mert mondjuk együtt éltek már 2-3-4-5 éve, és akkor utána úgyhogy életközösségszerűen, kvázi házasságban tulajdonképpen, csak nem igen, volt róla a papír, és akkor ez folytatódik tovább ugye a házassági életközösségben, akkor a bíróság úgy mérlegel, hogy visszamegy egészen arra az időszakra, amikor az együttélés elindult, ugye? Így van, ezt az együttélést ugye életközösségnek hívjuk, ugye van, azért van jelentősége egy házassági vagyonjogi rendszerben, hogy mikor keletkezett az életközösség, vagy adott esetben mikortól minősültek ők élettársnak. Hogyha az élettársként élték az életüket a házasságkötés előtt, majd aztán házasságot kötöttek, akkor a házassági életközösség, vagy házastársi életközösség és házastársi vagyonközösség szabályai lesznek majd az irány, adóak. Ha megmaradnak élettársi viszonyban, akkor az élettársi vagyonközösség, az egy külön műsort lehet arról majd tartani, külön beszélni, hogy az mi a különbség a házassági vagyonközösség, házastársi vagyonközösség és az élettársi vagyonközösség. Igen, de a mai témánk szempontjából ez nagyon érdekes, igen, hogy amikor házasságot kötnek, akkor viszont visszamenőleg a házasságra fognak majd irányadóak lenni. Most az, tehát akik házassági életközösségben élnek a házasságkötés előtt, akkor bizony az életközösség és később házasságot kötnek, akkor az életközösségnek a kezdő napjától, kezdő pillanatától, hát ez nem olyan egyszerű mindig ezt meghatározni, és van ennek jelentősége esetleg vita esetén, de induljunk ki abból, hogy a házasság életközösség keletkezésétől, ez az a szent pillanat, vagy a jogi szempontból is, keletkezésétől lehet arról szó, hogy házastársi vagyonközösség keletkezik. Tehát az életközösségnek a ténye, és nem az, hogy mikor kötjük meg a házasságot, és mikor válunk el, mert az is lehet, hogy Isten ne adja, hogyha ez megtörténik, a válás pillanata, a válás jogi időpontja előtt már, ez a gyakori egyébként, megszűnik az életközösség. Tehát egyik elköltözik, vagy ha egy lakásban is laknak, de valójában igen, már nem férfeleségként élik az életüket, akkor az a pillanat, mikor keletkezik az életközösség, és mikor szűnik meg az életközösség, ami általában eltér a házasság kötéstől és a válás bírósági kimondásától.
Mi az, hogy külön vagyon? Igen, erről kezdtünk el kicsit beszélni. Tehát ami a házassági életközösség előtt keletkezett, vagy volt, már megvolt az egyik félnek a tulajdonában, az nem lesz. Az nem lesz a házastársi közös vagyonnak a része, mert azt a fél már korábban megszerezte, még mielőtt az életközösség létrejött volna. Hasonlóképpen az öröklés, illetve az ajándék, amelyet a házassági életközösséget valamelyik fél kapta, akkor az is az ő külön vagyonára szok tartani, az nem tartozik a házassági életközösséghez, és van egy... De ez a házassági életközösség időtartama alatt? Így van. Tehát akkor, ha valaki örököl, igen, az nem illeti meg a másik. Nem, nem. Így van, az az ő külön vagyona marad. Ezt tudjuk egyébként így, igen, a hétköznapi életben, hogy az... akkor az csak annak szól, aki az örökös lényeges. Igen, 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 és hát... És az ajándékozásra ugyanez vonatkozik. És van még a szerzői művekre is, az a szerzőség kapcsán is a külön vagyonnak a része, bár a díjak azok nem azok közös tulajdonba kerülnek, hogy közös házastársi vagyonközösség rendszerébe keletkeznek be, ezek kevésbé gyakorlak a mindennapi élet szempontjából, csak szükséges volt elmondani. Uh-huh. Tehát főszabály mégiscsak az, és azt kell mindenkinek világosan látni, hogy az ajándék, öröklés, illetve a házassági életközösség előtt már a tulajdonában lévő vagyontárgy az nem kerül a közös vagyonnak a körébe. És mi történik abban az esetben, hogyha mondjuk a két fél nem gondolkozik azon, hogy szerződést kössön, házassági szerződést, de miközben házasok, egyszer csak valahogy úgy alakul az érzelmi és tárgyi helyzetük, hogy dönthetnek-e házasságon belül úgy, hogy ezt az állapotot megszüntetik, és innentől új időszámítás kezdődik, és más jogi alapra helyezik az ő házasságukat. Tehát kötnek szerződést. Igen, a házasság életközösség alatt is van lehetőség ilyen házastársi vagyonközösséget megszüntető, szabályozó, vagy csak bizonyos vagyonelemekre kiterjedő szerződésnek a megkötése. Ez azt jelenti, ez is elég gyakori egyébként a ez magyarágban. Gyakori? Ez is gyakori, vagy ez sem szokatlan, ez sem mondható egyedinek. Tehát nem a házasság megkötése előtt közvetlenül, hanem maga a házassági életközösség alatt. Házasság mondjuk 10 év házasság után. Igen, 10 év. Úgy gondolják, hogy akkor innentől kezdve szabályozzuk, hogy melyik, amelyik az én külön vagyonomba tartozik a jövőre nézve, melyek azok a bevételek, amelyek csak az egyik félhez hajnak be, annak mely része közös, mely része nem közös. Tehát vagy lehet csak egy bizonyos vagyontárgyról beszélünk, és azt mondjuk a balatoni ingatlan, az külön tulajdonban. Ezt egyébként nem szabályozunk semmi mást, és minden megy tovább. Tehát csak egy bizonyos vagyontárgyat szabályozunk, mást viszont nem. Tehát a jövőre nézve, azért úgy szoktuk fogalmazni, hogy jövőre nézve szóló szerződést kötünk ilyenkor, hogy jövőre nézve hogyan alakul a vagyonközösségük. Ilyen is van, ezt is lehetséges. Fontos azonban elmondani, ezeknek a szerződéseknek ezek minősített okiratok abban a szempontból, hogy vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratba kell foglalni, vagy közjegyző okiratba. Tehát az fontos tudni. Az nincs, hogy leülünk a konyhaasztalnál, igen, és leírunk akkor egy papírt, és akkor, mert hogy egymás nem között, igen, bizalmi nem alapon nem kell nekünk ügyvéd, mert nem akkor kell ez nem lesz hasznos később, hogyha... Nem. Bizonyítási eljárásoknál bizonyos nyilatkozatok, vagy bizonyos nyilatkozatokat a bíróság vizsgálhat, és vizsgálni szokott, de ez nem jelenti azt, hogy a szerződő felek között egy papír a konyhaasztalon leírt házastársi vagyonközösséget megszüntető, vagy szabályozó szerződés az létrejött volna, mert nem. Bizony a közjegyzőiség az ügyvéd közreműködésével készített okirat, annak bizony garanciális jelentősége van. A jogalkotó úgy gondolta, hogy ezt tényleg ne a szerződő felekre bízzuk önmagában, hanem ez egy minősített szakember és hitelesség szükséges. Ugye az sem véletlen, hisz most rossz indulattól eltekint, hogy az is fontos, hogy a házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések sokszor olyankor kerülnek elő, vagy úgy kerülnek elő, amikor valakik menekülni akarnak. Egyik fél mondjuk egy adósságot hoz össze, és azt mondja a végrehajtási eljárásban, ez nem is az enyém, hanem a feleségem, és föl akar mutatni egy ilyen egymás között írt papírt, azt fogják mondani a
a kedves jogukat kereső állampolgárok, vagy akiket kár ért, hogy nem, az nem minősül házassági vagyonközösséget megszüntető szerződésnek. Hasonlóképpen, ha van is ilyen szerződés, az csak akkor hatályos a hitelezőkkel szembe, hogyha ez az országos nyilvántartásba ez bevezetése került. Mert egyébként nem lehet erre hivatkozni, hogy az külön vagyonba tartozik, csak akkor, hogyha egy országos nyilvántartásban van, vagy pedig a hitelező egyébként tudott erről a tényről. Úgyhogy ennek egyébként garanciális szabálya is vannak. Volt arra is példa, hogy házastársi vagyonközösséget megszüntető szerződéseket csak azért kötöttek a felek. Egymás között nem volt össze viszont, csak hogy valamilyen vagyontárgy úgymond eltűnjön a hitelezők elől. Akkor nézzük ennek az inverzét is. Igen. Tehát most itt csak a jogokról beszéltünk, de mi van a kötelezettségekkel? Most érintőlegesen azért ez szóba került. Igen, hát igen. Mi van a tartozásokkal? Ugyanaz a szabály, leegyszerűsítve egy kissé, a vagyonnak nem csak jogai vannak, tehát nem csak előnyei, jogosultsági oldal, hanem bizony kötelezettsége is. Tehát a vagyonhoz hozzátartozik a tartozás is, a kötelezettségi oldal is. Tehát azt jelenti, hogy a vagyon a jogokkal és a kötelezettségekkel együtt képez egy egészet. Magyarán, akinek van házastársi vagyonközösségbe tartozó vagyona, akkor annak viselni kell annak a fenntartási oldalát, viselni kell a kiadási oldalát, hogyha azon egy teher van, ilyen is van, zálogjog vagy bármi más, akkor annak is a következményeit viselni kell. Úgyhogy, úgy, ahogy ezt kedves szerkesztő asszony elmondta, a kötelezettségi oldalt pontosan úgy viselni kell, ugyanúgy hozzátartozik a vagyonhoz, mint a jogosultsági oldal. Még gyorsan visszatérve a házastársi szerződésre, arra ugye van mód, hogy a házasság ideje alatt meggondolják a felek magukat, de mi van akkor, hogyha ők kötöttek korábban házassági szerződést, és az ügyben gondolják meg magukat, hogy ezt most szeretnék feloldani és megszüntetni, erre ugyanígy van lehetőségük. Természetesen ez ugyanolyan. Nem ez ugyanaz, csak egy lelki kiskapu. Igen, ez egy szerződés, amit végül természetesen a szerződő felek megszüntethetnek, erre is vonatkozik ugyanakkor a formakényszer, részben tartalmi, de formakényszer, hogyha volt egy szabályos házastársi vagyonközösséget szabályozó szerződés, akkor ezt ugyanúgy ügyvédi elejegyzéssel láthatók iratba, vagy közjegyzők iratba kell foglalni. Ennek is van garanciális jelentősége, és ezt a szabályrendszert be kell tartani, de egyébként úgy, ahogy ezt az előbb elmondta, bármikor van lehetőség ennek a megszüntetése, ennek a szerződésnek a megszüntetésére. Nem baj, ez a lelki kiskapu, ez igen, azért legyen igen, nyitva, szerintem talán igen, megkönnyíti. Nagyon sok mindenről lehetne még itt beszélni, de már nagyon rövid az időnk. Mi az, ami még ebben a témában kiemelendő, hasznos tanács lehet a kedves nézőknek, akik házastársi vagyonközösségben élnek? Hát ugye azt, én azt mondanám, hogy például a céges viszonyokat szabályozása... Hát arról majdnem egy külön műsor lehet. Az önmagában egy stúdium lenne, mert ott aztán igazán bonyolult helyzetek tudnak előállni. Tehát például céges szabályok esetén, amikor férfeleség céget tulajdonol, vagy külön tulajdonolnak, eltérőek a tulajdoni arányok, a részvényesi arányok, és a különböző ügyleteket kötnek ezek a cégek, hogy éppen a tulajdonos társakkal állnak jogvitába, ott azért célszerű arra gondolni, hogy egy cég működtetése az egy fokozott felelősséggel járó tevékenység. Tehát, hogy az egyik fél, amikor van egy vagyontárgya, van egy cége, háza, hogy tudja is az, hogy mi történik abban. Mert legtöbb esetben, amikor hogy egy kifejezésre... Hát általában ez nem jellemző, igen, hogy igen, van betekintési egyáltalán joga, vagy érzi azt, hogy van betekintési joga a cégügyekbe. Igen, nem, főleg, ez nem jellemző. Igen, de gondoljuk bele, hogyha nem szabályozzák házastársi vagyonközösséget megszüntető, vagy éppen szabályozó szerződésben, vagy éppen azt létrehozó szerződésben, hogy is állnak a cégügyek, hogy ezt tudni kell, hogy a közös tulajdon szabályai szerint, ha nem is szerepel valaki a cég nyilvántartásban, de egyébként közös vagyonba tartozik, akkor neki ugyanúgy joga van betekinteni és minden információval. Ez nagyon fontos, tudni mert azt, ezt szerintem nem tudják. Igen, volt arra is bőven példa az ügyvédi praxisomban, hogy az egyik házastárs nem is tudta, hogy a másiknak vannak cégei. És igen, amikor
mondjuk egy sajnálatos események bekövetkeztek, elhalálozott, akkor mit csináljon? Ő minek minősül most ott? Egyáltalán milyen lehetőségei vannak? Tehát én azt mondanám, hogy ha van közös vagyon, akkor bizony ott egy szoros együttműködésre van szüksége a feleknek között. Tehát házasság egyébként is egy nagyon legszorosabb emberi viszony, de ezt a vagyon működtetésében ezt a szoros viszonyt ugyanúgy fenn kell tartani, ha szabad ezt jó tanácsként adni. Ez egy nagyon jó tanács, zárjuk is ezzel. Köszönöm szépen dr. Bajkai Istvánnak, önöknek is a figyelmét, a viszontlátásra.